Egymást érik az autók a Kálói úti körforgalomban Nyíregyházán. Egyre nagyobb a forgalom a megyeszékhelyen. Ezzel együtt nő a káros anyagkibocsátás is. Kis Ferenc ökológus azt mondta, a koronavírus járvány idején tapasztalt lezárások idején volt olyan optimális a légszennyezés, ami nem károsítaná végzetesen a környezetet. Ezt a szintet kellene most is visszaállítani. A Covidot mindenki nehezen élte meg. De én a hallgatóinak szoktam mutatni, vagy mutattam azokat az ábrákat, hogy a Covid alatt, amikor majdnem egész Európa karanténban volt, akkor tudtunk olyan kibocsátási értékeket produkálni, ami szükséges lenne minden nap. Ez döbbenetes, tehát akkor annyira vissza kellene fogni magunkat? Igen, vagy annyira kellene váltani? Szóval az elektromos autóra. Az elektromos autó egy lehetőség. Mert meg lehet azt csinálni, összehasonlítva mondjuk, ha egy benzines vagy egy dízel autóval. Bármit is teszek, amikor megyek, a széndioxidot bocsájt ki. Egy elektromos autót tudok úgy tölteni, hogy napenergia, szélenergia, megújulói sorolhatnám tovább. Tehát a mindennapi használat során nem bocsájt ki semmit. Viszont meg kell oldani, hogy a gyártás, az akkumulátor és az autó gyártása során se szennyeződjön a környezet. És ezzel szoktak még problémák lenni. Tehát azért mondtam, ezt lehet jól is, meg rosszul is csinálni. Töltik az elektromos autót. Kis Ferenc szerint lehet megoldás a környezeti károk csökkentésére az új technológia, de csak akkor, hogyha azt jól használják. Nem vetette el azonban a hagyományos technológiák alkalmazását sem, abban az esetben, ha közben például fát ültetünk. A tudós azt is kiszámolta, hogy egyénenként mennyit kellene ültetni. Pontosan azelőtt, mielőtt ide érkeztem, azon gondolkodtam, hogy egy fának a széndioxid felvétele és egy autónak a széndioxid kibocsátása az hogyan kompenzálhatja egymást is. Nekem az egyik szakom az matematika. Gyorsan leültem, mesterséges intelligenciát bekapcsoltam, és akkor együtt kérdezgettem tőle, és gyorsan kiszámoltam, és már meg is csináltam a következő előadásom, hogy ez diát, hogy 250 kilométert, ha megyünk egy belső égésű autóval, az annyi, mint egy fának az egy évi széndioxid fölvétele. Tehát ha 10.000 kilométert megyek egy évben az autóval, az azt jelenti, hogy 40 fát kellene ültetnem. Kis Ferenc a napokban vehette át a kulturális és innovációs miniszter elismerését a Nyíregyházi Egyetemen. A kutató ugyan nyugdíjazás előtt áll, ismeretterjesztő munkásságát nem fejezi be.